Sziasztok! Szeretnék egy kis buzdítást a jelenések könyvéből, az Efézusi gyülekezethez írt levélből mondani. Azt mondja az igen. Az Efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot és a hét arany tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról. Halleluja! Tehát nagyon fontos, hogy Jézus és Isten, illetve a Szent Szellem, tehát mennyi apukánk látja azt, hogy mibe vagyunk. Látja azt, hogy mit cselekszünk, miket fáradozunk, a problémákat, és figyeli is, és pontosan tudja. Tehát nem kell megijedni, hogy ha esetleg olyan helyzetbe vagy, vagy egy körforgásba vagy, vagy egy problémába vagy, mert igenis, te mennyi apukát tudja, és figyeli. Ha fáradoztál, és úgy érzed, hogy nem volt olyan eredményes, vagy belefáradtál, akkor is látja. És itt megemlít az állhatatosságot is, tehát, hogy nem adtad fel ezért dicsőség az Úrnak, és ne is ad fel. És arról, hogy nem viseleted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tehát nagyon fontos, hogyha hamisság van, gonoszság van, azt azzal konfrontálni kell. Ö, gonosz emberekkel, hogyha esetleg kapcsolatba kerültél, vagy, vagy be akartak furakodni a csoportba, a gyülekezetbe, akkor bizony nem szabad őket elviselni. Persze ez nem azt jelenti, hogyha valaki gyenge, vagy ilyesmi, akkor ne viseld el. Természetesen ugye értjük, hogy itt kimondottan a farkasokról van szó, akik ugye még hazudnak is, mert azt állítják magukról, hogy ők apostolok, tehát kiküldöttek, hogy őket Isten küldte, Holott nem Isten küldte őket, hanem a sátán küldte őket sajnos. És ö, ezeket nem szabad elviselni, vagy őket. És itt azt is írja, hogy próbára tetted azokat, és ö, megszületett a próbának a végeredménye, hogy nem apostolok, és nem lettek elviselve. Folytatva, tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál el. De az a panaszom ellenet, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Igen, tehát bele lehet fáradni, ha az ember úgy érzi, hogy nagy terhet viselt, megfárad, és ugye itt írja is egy ilyen kommentbe, ez egy magyarázatos biblia, hogy a szeretet meghidegülése hozzátartozik a végidők ijesztő jelenségeihez, ahogy a Máté 24.12 írja. Ezért felhívás hangzik a gyülekezet felé, hogy azt a kölcsönös szeretetet, amit a kezdeti időkben gyakoroltunk, ne hagyjuk el, és azáltal mutassuk meg, hogy az Urat úgy szeretjük, mint kezdetben, és húzzá hűségesek maradtunk. Na most tényleg az van, hogyha csak természetes szinten nézzük, hogyha valakinek van egy barátja, vagy vagy valakit nagyon szeret, vagy szerelme, akkor keresik egymás társaságát. Ha van egy jó barátod, vagy barátnőd, akkor is ugye nyilván keresitek egymás társaságát. És uh, itt arról van szó, ugye, hogyha megkidegül a szeretet, akkor az ember már nem kívánja uh, az úrnak a társaságát, nem körülötte forog, hanem programokat csinál. Azzal az ürügyjel, hogy fáradt vagyok, most nincs kedvem, nincs kedvem az Úrral lenni, nincs kedvem imádkozni, szépen meghidegül a szeretet, és sokszor még fönn van tartva egy ilyen vasárnapi kereszténység, egy ilyen látszat, de ez már probléma, hogyha így elva hidegülve, meg ilyen kötelességszerűvé válik. Ezért mondja, hogy emlékeztet hát vissza honnan és térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Ezt is lehet látni, hogy sok a hívő, amikor megtér, akkor minden nap az, az Úr körül forog, bizonságot tesz, minden nap szinte talál valami okot, hogy szolgáljon, és utána eltelnek évek, belefásul esetleg, és akkor utána meg már néha elmegy gyülekezetbe esetleg. De az az üzenet, kegyelem üzenete, hogy van, is, van lehetőség megtérni. Halleluja! De különben, ha meg nem tér ez az illető, akkor a gyertyatartő ki lesz mozdítva a helyéből. Ami azt jelentheti, hogy már nincs -e Jézussal igazi közössége, mert ugye itt azt írja az ige, hogy a Jézus a hét gyertyatartó között jár, és hogyha már ki van mozdítva a helyéből, tehát félre van téve, akkor már nem jár közötte Jézus. Tehát lehet látni szerintem olyan akár gyülekezetet is, ahol már igazából van egy rituálé, van egy vallásos ilyen megszokásból egy rituálé, de igazából az élet, az Jézus jelenléte már hát szinte nincs is ott, de távol legyen ez. Az viszont megvan benned, hogyan gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Na most mi ez a Nikolaiták? Mert ugye ez egy jó kérdés. Itt ebben a Magyarázatos Bibliában azt írja, hogy a Nikolaiták nevüket antiókiai Nikolaosszal hozták kapcsolatba, aki egyébként az abcselbe szerepel a hat rész ötös fejezetébe. Valószínűleg olyan keresztényeknek tekintették magukat, akik magasan fölött állnak minden földi dolognak, és úgy vélték, hogy nekik már a kicsapongás és a bálvány áldozatban való részvétel sem árthat. Tehát ilyen tévtanítók befurakodtak ugyancsak ezek a farkasok, akik hazugságokat tanítottak, azt mondták, hogy lehet ezt, lehet azt, illetve, hogy fölött állnak Isten igéjének, illetve, hogy bűnre viszik az embereket, és itt azt mondja, tehát Jézus, hogy az gyűlölni kell az ilyet, amelyeket én is gyűlölök, mondja az Úr. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Halleluja! Úgyhogy én imádkozom azért a Jézus Krisztus nevében, hogy kérlek, uram, hogy én és a hallgatók ne viseljük el a gonoszokat, a gonoszságot, és akik hazugok, és apostoloknak mondják magukat, vagy pedig hívőnek, vagy tanítóknak, de hazugok, azokat pedig tegyük próbára, és ne viseljük el, illetve azokat a tévtanokat. Lehet ez egy hamis jóléti evangélium, egy hamis törvénykezés, egy hamis. Ö, olyan tanítás is, hogy ezt is lehet, azt is lehet, hogy nyugodtan lehet olyat csinálni, ami, aminek nem az úrtól van. Tehát imádkozom azért, hogy az első szeretetet új is megbennünk, hadd égjen bennünk az első szeretet, hogy meg tudjunk emlékezni, hogyha kiestünk valahonnan, hogy honnan estünk ki, és meg tudjunk térni, hogy ne legyen a gyertyatartó kimozdítva a helyéből. Imádkozom azért is, hogy tudjunk terhet viselni a Te nevedért, Uram, hogy ne fáradjunk meg, fáradozzunk, Uram, továbbra is a Te nevedért, a Te országodért, Uram, a Te kegyelmed által, Uram. És hogyha vannak ilyen Nikolaita szerű dolgok, azt is ö, ki, föl tudjuk ismerni, ki tudjuk vetni, amelyeket te is gyűlölsz, Uram, azt mi is gyűlöljük, Uram. Add meg, hogy meghalljuk, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek, mert azt mondtad, Uram, hogy akinek van file hallja. És köszönöm, Uram, hogy te enni az az életfájáról, ami az Isten paradicsomának közepette van. És a győztesnek, Uram, is köszönöm, hogy mi győztesek vagyunk Jézus Krisztus nevében, és ehhez tartjuk magunkat, és kérlek, adjál ezt kegyelmet, mennyi édesapánk, Köszönjük ezeket a buzdításokat az Efezusi Gyülekezethez itt levélből. Amen.